Sziasztok! Itt is lennék egy újabb Total War Roma 2 online csatával. Most jött a hatodik meccs. Kümera vs. Partia. Szintén egy nagyon hülye, hogy úgy mondjam, mert ez nagyon hülyeség, amit szintén itt látunk. Perzsák, aki általában perzsákkal játszik, azt tudni kell, hogy csomó katafraktal jön, vagy egy csomó íjásszal, sose használják a gyalogságot, pedig a perzsáknál is, vagy pártusoknál, ezek nem perzsák, ezek pártusok, vannak erős gyalogosok. Lehet látni, előre küldik az íjászaim ellen a lovas íjászait, amire én úgy reagálok, azt hiszem, hogy mindjárt előre küldöm a gyalogságomat, hogy ne véletlenül lerohanja az íjászokat. Mondjuk jobb ötlet lett volna, többet ér azzal, de ilyen mikor már nagyon közel jön, olyankor általában előre küldöm a gyalogságomat, hogy fölfogja a rohamot, és akkor így az íjászok túlélik és szét tudják lőni az egészet. Ugye őszinte legyek, azok a perzsa lovas íjászok nem a legjobbak, sőt, ezek a legszarabb lovas íjászok a perzsáknál. És a kümérai nehéz íjász pedig intézi. Amit lehet látni, a royal katafraktokat, meg keleti katafraktokat jobb és bal szárnyról próbál bekeríteni, de már nem sok esélye van. A lovas íjászokkal pedig próbál kitérni, de már annak se sok értelme van, mert egyszerűen már halomra lőttük az egészet. Ugyanúgy az íjászaim reagálnak, szintén a gyalogsággal reagálok rájuk, az íjászok pedig már is fókuszált lövésekkel lőnek egy-egy csapatot, hogy egy lövés, vagy max két lövés is el is pusztítják az egész egységet. Valahogy így, lehet látni, hogy nagyon gyorsan kilövik ezeket a perzsolóas íjászokat. Jön 3-3 katafrakt jobb és bal szárnyon. Igen, van a royal katafrakt, a hadvezéri testőr, plusz két keleti katafrakt. Elég jó, de a kümérai nemessel nem veszik fel a harcot. Az íjászaim, amit látjátok, intézik a lovas íjászait. Itt látom, be akar rohamozni? Á, nem, én azt tettem volna a helyébe. Itt ilyenkor már lovas íjászokkal egyefene menjen egy rohamozkét. Megölnek, amennyit megölnek. És akkor itt látható az első katafrakt roham, amit egy falangszal megfogunk. Egy kicsit átmentek rajtuk, de attól még jó volt. Az íjászokkal pedig próbálom bekeríteni és lelőni a katafraktokat. Itt szintén volt egy roham, ráment a hadvezéremre, amit oldalba kapott, szóval ezek kaptak egy jó nagy ütést. És a moráljuk is nagyon leesett. Nagyon szar moráljuk van. Mert oldalba kapták őket egy egész erős lovas egység. Ezek a keleti katafraktok jók, de megfelelő támogatás nélkül nem jó. Ahogy látom, rámegy az íjászaimra. Ja, én ilyenkor mozgósítottam a gyalogságomat, hogy támadják le a katafraktokat. Igen, az egyik keppe íjászom meg is tört. Ezt elkapták csúnyán. De itt nagyon jó, mert itt halomról lövik a katafraktokat a kümérai nehéz íjászok. Ezek simán ki tudják lőni a lovasokat, és fel is okka, vége lett. Szintén mindössze egy íjász egységet veszítettem el, és még kettő lesérült, plusz egy Skita Hoplita, a többi az nagyjából teljesen túlélte. Mindössze 417 ember tölt meg, de vesztettem 433-at, szóval a különbség a kettő között az a saját íjászom volt. Saját íjászom ölte meg. Hát köszönöm a megtekintést, sziasztok!